megkezdődött az ember megújulása, helyreállítása. Azt bizonyítva, hogy Lévai professzor úr szellemisége máig él a villamos energiai iparában. Nevét őrzi az utókornak a róla méltán elnevezett, már említett atomerő fejlesztési projekt. Illő, hogy a szobra is itt legyen, az új székházban, a magyar erőműrendszer új központjában, folyamatosan emlékeztesse a magyar villamos energetika nemzeti felelősségére. Köszönöm. Mindenkinek köszönöm szépen János gondolatait. Most pedig következzék Lévai professzor Szobrának rendezését, melynek felkérem Mártin Gyöbe vezérigazgató urat, Gerson urat és János urat, hogy együttesen megrendezésre szól. Előzősen már néhányan, akik ismerték a professzorral, megtudták a szobrot tekinteni, és egyedül vélemény volt, hogy nagyon jól sikerült, nagyon hülyen ábrázolja a professzor vonásait. Én szeretném megkérni Ák Pálián urat, szobrászművészt, aki készítette a szobrot, hogy tárgyaljuk egy az egyik pillanatra. Kérem, köszönjük egy tapsal a művészet. Tisztelt Kosszorúk elhelyezésére kerül a sor. Elsőként szeretnénk felkérni vezérigazgató urat, Márta urat, hogy az NPN nevében Kosszorúzza meg. Szeretnénk felkérni azon szervezetek vezető képviselőit és segviselőit, amelyekről már több szó is esett az elmúlt néhány percben. Elsőként szólítanám Süli János urat, a Paksi Atomerőmű Zérdékezeti Igazgatóját, hogy az atomerőmű nevében helyezni el a megemlékezésre szólítanám. Köszönöm szépen. Kérem Tari Gábor, hogy a Villamos Energia